75 éves Pannon Egyetem tanévnyitó ünnepségére ezúttal is az egyetem aulájában került sor. A gazdaságtudományi kar és a mérnöki kar közös központi tanévnyitóján több díjat, elismerést is átadtak, közöttük a Volkra Otto díjat is, amelyet ezúttal dr. Gelencsér András, az egyetem korábbi rektora vehetett át. Az első éves hallgatók eskütétele után az egyetem rektora és dékánjai hallgatóvá fogadták a felvételt nyert fiatalokat. Elsőéves hallgatók, remélem, önök már látják, hogy megalapozott és bölcs döntést hoztak, amikor a Pannon Egyetem képzését választották. Remélem, tudják, hogy a Pannon a nemzetközi rangsorokban előkelő helyen jegyzett, kiemelkedően jó munkaerőpiaci visszajelzésekkel és beágyazottsággal rendelkező intézmény. Bár nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét, bízom benne, hogy az év végére már azt is tudni fogják, hogy mit jelent egy minőségi képzést nyújtó intézmény hallgatójának lenni, hazánk egyik legszebb városában, a Bakony és Balaton ölelésében, Veszprémben. Önök még csak remélik, én viszont már biztos vagyok benne, hogy önök most jókor vannak, kiváló helyen. Egy olyan összetartó közösség tagjai lesznek, amely mindegy sűrű szövésű háló megóvja és segíti önöket. Higgyék el, szakmai pályafutásuk során is bátran támaszkodhatnak majd az itt megszerzett értékes kapcsolataikra. Önök még nem látják, de kérem, majd folyamatosan vizionálják, hogy pár év múlva szerelmükkel, barátaikkal itt lesznek-e sorok között, nemzetközi és hazai munkatapasztalatokkal, és azokkal a kompetenciákkal felvértezve, melyekre támaszkodva nem csupán egy sikeres és boldog életet lehet alapozni, hanem a jövő nagy műszaki, gazdasági és társadalmi problémáinak megoldásához is hozzájárulhatnak, és egy fenntartható, jó életminőséget biztosító társadalom hátteréként szolgálhatnak. Kérem, hogy majd akkor legyenek büszkék városukra, Veszprémre és a Pannon Egyetemre, amelynek neve diplomájukban szakmai pályafutásukat végigköveti. Addig is, viszont kérem, használják ki a város és az intézmény nyújtotta páratlan lehetőségeket, használják ki kollégáim szaktudását, tapasztalatait és segítőkészségét. Használják ki az általunk nyújtott lehetőségeket, kutakodjanak a zsebeinkben, sőt motiváljanak minket kérdéseikkel, gondolataikkal, hogy mi magunk is továbbfejlődhessünk. Kedves munkatársaim, kívánok az új tanévre jó egészséget, kívánom, hogy továbbra is találják meg kiemelkedő minőségi munkájukban az örömet, és a Pannon Egyetem hírnevét is öregbítő szakmai sikereket érjenek el. A mai nap azért is fontos számunkra, mert ebben a tanévben szeretett egyetemünk 75. évébe fordul. Ugyanis 1949. szeptember 26-án 16 oktató és 107 hallgató részvételével itt indult el az oktatás. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét. Az évfordulós megemlékezésekben viszont találkozik a múlt és a jövő. Mi elődeinkre emlékezünk, sékők üzennek nekünk. Azt üzenik, hogy meg kell őriznünk azt a tetrekészséget, amely azokat az egyetem alapítókat jellemezte, akik egy nyár alatt életre tudtak hívni egy felsőoktatási intézményt, azt a bátorságot és egymás iránti felelősségvállalást, amit az 56-os veszprémi egyetemisták és vezetők tanúsítottak,
és azt a tudományos és szakmai igényességet, amely generációkon át öröklődve az egyetemi rangsorok élére a világ legjobb 5%-a közé emeli intézményünket. Kedves fiatal panonosok, remélem szeptember 26-án önökkel közösen ünnepelhetünk. Szeretettel várjuk önöket a Pannon Egyetem születésnapi partiján. Kérem, hogy majd minden egyes alkalommal csatlakozzanak hozzánk, az egyetemi éveiket Horácius szellemében Berzsenyi szavaihoz méltón éljék. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forgó szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzéseit ki ne zárd, s még fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, még lehet, élj s örülj. Amikor önök úgy döntöttek, hogy a Pannon Egyetemre nyújtják be a felvételit, és sikeresen fel is vették önöket az ország egyik legjobb egyetemére, akkor lehet, hogy még nem sejtették, de kaptak egy különleges ajándékot is, vagy legalábbis lehet, hogy nem gondoltak rá, de kaptak egy nagyon különleges ajándékot is, mégpedig ezt az ajándékot, amit mi Veszprémként ismerünk, kaptak ajándékul egy 1000 éves várost. Mi azt szoktuk mondani, hogy ez egy olyan 1000 éves város, amely soha nem öregszik. És elsősorban azért nem öregszik, mert amikor nehéz helyzetbe került ez a közösség a mögöttünk hagyott több mint 1000 esztendőben, akkor mindig az oktatás volt az, ami segített a bajban. A török dúlás után a piaristák gimnáziumot hoztak a városba. Ez a gimnázium a mai napig az ország egyik legsikeresebb gimnáziumba. A két világháború között, amikor a városnak az egyik fele kint harcolt a fronton, a másik pedig itt volt a hátországban, akik itt maradtak, úgy döntöttek, hogy ebben a nehéz helyzetben zeneiskolát hoznak létre közadakozásból. Majd a második világháború, a második világégés után, 1949-ben, 75 esztendővel ezelőtt, ahol rektor is utalt rá, létrejött az önök egyeteme, a Pannon Egyetem, akkor nem pontosan ez a neve volt, a vegyipari egyetemként. És az, hogy ma itt lehetünk, és ilyen erős közösséget tudunk alkotni, az ez a három fontos pillanat is bizonyítja. De természetesen az is nagyon fontos, hogy nem csak gazdag múltja van ennek a városnak, amelyre mi városlakók büszkék lehetünk, hanem nagyon pezsgő és erős közösségek alkotják a jelenét is ennek a városnak. Épp a tavalyi esztendőben egész világnak, vagy legalábbis Európának megmutattuk, hogy milyen különleges hely a mi városunk, illetve a mi régiónk. Én azt kérem önöktől, akik ajándékba kapták ezt a fantasztikus várost, hogy az elődök nyomán építsék tovább ezt a várost, hiszen hamarosan az önök kezében lesz az, hogy ezt a közösséget és ezt a várost tovább gazdagítsák. Az a tudás, ami szükséges ehhez a városépítéshez, az hisz a Pannon Egyetem meg fogja adni önöknek, és az, hogy milyen egy közösséghez tartozni, milyen veszpréminek lenni, azt pedig az egyetemi éveik alatt fogják megtapasztalni. Én azt kérem önöktől, hogy bátran éljenek azzal a lehetőséggel, amit ez a város kínál önöknek. Higgyék el, mi veszprémiek pontosan tudjuk, hogy megéri, mert sokkal többet fog visszaadni ez a közösség önöknek, mint amit önök adnak ennek a közösségnek, de azért törekedjenek arra, hogy többet tegyenek hozzá. Vannak elődeink, akik gazdagították a várost és a közösséget, és én azt gondolom, hogy 100 meg 200 meg 1000 év múlva is büszkék legyenek az akkori veszprémiek, ahhoz az önök munkájára is szükségük van. Én azt kívánom önöknek, hogy amikor elindítják a pályájukat, akkor nyilván mindannyian kitalálnak egy szép pályaívet maguknak. Én azt kívánom önöknek, hogy sokkal szebb és sokkal gazdagabb legyen az önök jövője, mint amit most gondolnak róla. Az emberek szeretnek különböző kifogásokat kreálni ahhoz, hogy miért nem sikerült valami, miért nem csinálnak valamit jobban, miért nem teljesítik a kötelességüket, miért nem küzdenek saját magukért, az álmaikért vagy a szenvedélyükért. Tulajdonképpen ezek miatt, a kifogások miatt nem fognak tudni jó munkát végezni. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy ezt hagyja abba. Hagyjon fel a kifogások keresésével, gyártásával, még akkor is, hogyha jól meg tudja ideologizálni, mert abban szerintem azért mindenkinek van tehetsége. Tegyünk azért, hogy a mi életünk a mi elképzeléseink szerint haladjon.
De azt gondolom, hogy a Pannon Egyetem gazdaságtudományi kara abban különleges, hogy hazai és nemzetközi szinten is sikeres akar lenni, és tudja, hogy mi csak akkor, ahogy a kar csak akkor lesz sikeres, hogyha a hallgatók is. Azt is gondolom, és ez egy kis biztatás a kollégáknak, hogy a terveink, a munkánk lassan beérik, mert olyan céljaink, olyan terveink vannak folyamatban. Biztos vagyok benne, hogy amikor legközelebb itt leszünk ebben az aulában, és önök megkapják a diplomájukat, akkor nem csak önök változnak meg addigra, hanem mi is, a kar is. Annak a nemzetközi hírneve, reputációja, és higgyék el, hogy a GTK-s diploma nagyságrendekkel értékesebb lesz szerte a világban. Ezzel csak azt akartam mondani még egyszer, hogy jól döntöttek, és csak így tovább. Nálunk nincs olyan, hogy én és ti, nincs olyan, hogy oktatók és diákok, csak mi vagyunk. Isten áldjon benneteket! Új tanév új kihívásokat is jelent mindnyájunknak, de különösen az első éves hallgatóinknak. Gratulálok a Pannon Egyetem minden első éves hallgatójának, alapszakosoknak a sikeres érettségihez,
mesterszakosoknak és doktorandusoknak a sikeres záróvizsgához, illetve minnyájuknak a sikeres felvételihez. Az idei felvételi eljárásokban összesen 370 hallgatót vettünk fel műszaki és természettudományi alap- és mesterszakokra, valamint felsőoktatási szakképzésre. Több mint 90%-uk államilag támogatott képzésre került be, és kezdheti el tanulmányait Ajkán, Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Veszprémben. Kedves elsőéves hallgatóink! Köszönöm, hogy a mérnöki karszakjait választották, és kívánom, hogy sikeresek legyenek az egyetemen, sikeresen teljesítsék az első ZH-kat, az első vizsgákat, és pár év múlva a Pannon Egyetem diplomájával a zsebükben érjenek el szakmai sikereket. Legyenek büszkék arra, hogy a folyamatosan fejlődő, idén fennállásának 75. évfordulóját ünneplő intézmény polgárai lehetnek, amely nem csak szavakban, hanem tettekben is segíti a tehetségek kibontakozását. Nem biztos, hogy könnyű lesz az út, amely önök előtt áll. Hiszen az önök által választott szakterületek szakembereinek, tudósainak kell válaszokat adni a környezetünkben jelentkező kihívásokra, a természetben lejátszódó folyamatok megismerésére, a folyamatosan változó társadalmi és gazdasági környezetben olyan rendszereket kell megalkotniuk és működtetniük, amelyek segítik a fenntarthatósági célok elérését, és nem utolsó sorban kézzelfogható anyagi hasznot termelnek szűkebb és tágabb környezetüknek. Önök most az első lépéseket teszik meg azon az úton, hogy ilyen szakemberekké, tudósokká váljanak. Ebben a mérnöki kar, illetve a Pannon Egyetem minden oktatója partnerük lesz. Segítünk önöknek legyőzni az akadályokat, de legfontosabb az, hogy önök is aktívan dolgozzanak annak a célnak az elérése érdeke, amiért a Pannon Egyetem mérnöki karára felvételiztek. Tanulmányaik mellett kapcsolódjanak be olyan feladatok megoldásába is, amelyek segítségével tovább tudják mélyíteni ismereteiket, bővíteni tudják kompetenciáikat. Talán jó példa erre a nemzetközi szolárbolt verseny, amelyet pár hete már második alkalommal rendeztünk meg Balatonalmádiba. Büszkék vagyunk arra, hogy a futamon a Pannon Egyetem csapata összetettben megvédte hazai bajnoki címét, és több futamban is összemérhető eredményeket ért el a világ legjobb csapataival, köztük a tavalyi világbajnok csapattal szemben. De ami igazából a lényeg, és ezért is hoztam fel példaként ezt a versenyt, hogy ez egy olyan hallgatói csapatmunka eredménye volt, amelyben mind a négy veszprémi kar hallgatói aktívan részt vettek a napelemes hajó fejlesztésében, a verseny lebonyolításában, a szervezésében. Kívánom önöknek, kedves elsősök, hogy legyenek részese ilyen csapatoknak, és érjenek el hasonló szakmai sikereket. Kedves kollégák! Kérem, hogy ebben a tanévben is támogassák tehetséges hallgatóink szakmai előrehaladását. A nehézséggel küzdő hallgatók felzárkóztatását, továbbá kérem, hogy a kutatási és a projektfeladatokba is vonjuk be hallgatóinkat. És próbáljuk meg minél vonzóbb arcát bemutatni a természettudományi és a műszaki képzéseknek, kutatásoknak, hogy a jövő tanévet még nagyobb létszámmal tudjuk elindítani. Ehhez kérem minden munkatársam támogatását. Kedves vendégeink! Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jelenlévőnek eredményes és sikeres tanévet kívánok. Gyakran tesszük fel magunknak a kérdést, hogy mitől tud ma egy közösség, legyen az vállalati, vagy éppen egy egyetemi közösség, sikeres lenni. Kérdezhetjük úgy is, hogy hogyan lehet ma a bennünket ért gyakran egymásnak is ellentmondó kihívások ellenére értékteremtő, értékmegőrző és értékátörökítő sikeres közösségnek maradni. Szoktam mindig mondani, hogy minden problémát a tünet, a diagnózis és a terápia hármasában kell megragadni. Így, amikor a közösségi sikerességre keressük a választ, akkor most is kövessük a tünet, diagnózis és terápia hármasát. Kezdjük a közösségekben felbukkanó tünetekkel, amelyekkel egy közösségi vezető gyakran találkozik, és amelyek a közösségi kohézió ellen hatnak, így terápiára szorulnak. Ilyen tünetek a növekedési kényszer, a saját árbevétel növelésének kényszere, a fenntarthatóság és a rugalmasság igénye, a kiégés, a kreativitás elapadása, az ellenségkép kialakulása, amely összefügg a változtatási hajlandóság hiányával is,
hiszen tudjuk, hogy akinek a változtatási hajlandósága csekély, annak az ellenségképe nagy. De tünetként jelentkezik még a költségek elszabadulása, a hatékonytalanság, az egyéni jólét növekedése iránti igény, az egyén közösség elé helyezése, a minőségromlás, a fásultság, a motiválatlanság, a digitális intelligencia szülte kompetencia hiány, az emberi szorongás, a globalizáció és a deglobalizáció versenyfutása, a szolidaritás hiánya, az új generációk önértékelési problémái, az idősebb generációk arroganciája, a fizetési elvárások egyéni igényekhez és nem az egyéni tudási kompetenciához való kapcsolása, a kommunikáció és az információadás hiánya és az etikátlanság. Egészen biztos, hogy minden közösségben vannak még további terápiára szoruló tünetek, de úgy gondolom, hogy az előbb felsoroltak kezelése is brutális kihívás egy közösségi vezető számára. Látjuk a tüneteket, mi a diagnózis. A diagnózis egyszerű. A bennünket körülvevő világban olyan helyzet alakult ki napjainkra, ahol az optimális működési környezet és a valós működési környezet folyamatosan eltérítődik egymástól, folyamatosan szakadék képződnék a mit szeretnék és a mi van helyzet között, és ez az előbb felsorolt tüneteket eredményezhetik. Az optimális és a valós működési környezet közötti távolság növekedésének az oka, hogy a válságperiódusok a világban felgyorsulnak és egymástól eltérő sajátosságokat mutatnak. Mondhatjuk azt is, hogy ma már a válságok sem normálisak. A klasszikus túltermelési válságtól eljutottunk az olyan válsághelyzetekig, amelyekben megjelenik az egészségügyi, a pszichoszociális, az energia, az ellátási lánc és az identitásválság, valamint jelen van a katonai, gazdasági, az árháború és a bérháború. Amit megtanultunk kezelni a múltban, az a terápia már nem megfelelő az új típusú tünetek kezelésére. És itt jutunk el a terápia kereséséhez, amely visszavezethet bennünket a rossz tünetek nélküli közösségi sikerességhez. Mi tehát a terápia? A terápia itt van előttünk, a Pannon Egyetem falai között, hiszen a tünetek kezelésére az innováció lehet a válasz. Az innováció vezethet el bennünket a közösségi sikerességhez. Az innováció, amely magában foglalja a szolgáltatások folyamatos megújulásának a képességét, a szervezetfejlesztési, a PR marketing, a jogi és pénzügyi, a technológia és a personális egyénre fókuszáló innovációt egyaránt. Számomra nem kérdés, hogy a Pannon Egyetem itt, a mi gazdasági régiónkban a jövő innovációs bázisának egyik sziklája. Itt van a szikla, amelyre építeni lehet. Az innováció nem olcsó, ebbe a batyúba bele kell tenni a forrásait az állami költségvetésnek, a gazdasági szereplőknek és az egyetemnek egyaránt. Ugyanígy az innováció eredményeit is mindhárman élvezhetik, az ország egy erős gazdaságot, a vállalatok versenyképességet és ellenálló képességet szerezhetnek, az egyetemek pedig plusz forrásokhoz juthatnak. Én személy szerint is büszke vagyok a Pannon Egyetemre, meggyőződésem, hogy minden régióban működő vállalkozásnak közös ügye kell, hogy legyen ennek az univerzitásnak a támogatása. Az egyetem oktatói közössége olyan tudással rendelkezik, amely gazdaságtudományi, mérnöki és társadalomtudományi válaszokat képes adni a kor tüneteire, akikre érdemes odafigyelni, akik tudományos munkásságuk mellett egyúttal a jövő generációját, így a most egyetemre belépő hallgatókat is olyan piacképes tudással tudják ellátni, akik a tünet, diagnózis, terápia hármasában gondolkodva tovább tudják majd vinni mindazt, amelyet a mai kor embere átad számukra. Nem szabad elfelejteni, hogy minden Pannon Egyetemen végzett hallgató, az egyetem falai közül kikerülve nagykövetei lesznek majd annak a szellemi bázisnak, amelyet itt kaptak. Így kell hozzájuk viszonyulnunk, így kell őket tanulmányaik alatt segítenünk. Tisztelt egyetemi közösség!
Kívánom, hogy a most induló tanévben lépésről lépésre haladva fejlődjön tovább az oktatói munka, a hallgatók élvezzék Veszprém szépségeit és a város adta lehetőségeket, ússzanak az egyetemi élet színes forgatagában, ússzanak a felelős szabadságban és az életre készülődés örömében. Kívánok rektor úrnak és az egyetemi közösségnek sikeres tanévet! Veszprém megyei jogúváros közgyűlése Veszprém város, valamint a Pannon Egyetem céljainak megvalósításában végzett önzetlen segítségéért és kimagasló munkájának elismeréseként Vónkra Ottó díjat adományoz dr. Gelencsér András akadémikus részére. Kérem professzor urat, egyetemünk korábbi rektorát, hogy lépjen a színpadra. Gerencsér András 1990-ben szerezte meg okleveles vegyészmérnök diplomáját, és a Veszprémi Egyetemen kezdte meg oktatói-kutatói pályáját 1990-től 1996-ig az egyetem analitikai kémia tanszékén tanársegédi munkakör töltött be, 1995-ben szerzett PhD fokozatot a környezettudományok területén. 1996-ban került az MTA VL levegő kémiai kutató csoportjához, majd 2002-ben MTA doktori címet szerzett. 2006-2007-ben a Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék tanszékvezetője, 2006-tól a mérnöki kar gazdasági DK helyettese volt 2014-ig. A Pannon Egyetem kémiai és környezettudományi doktori iskolát vezette 2009-2010-ben. 2011 és 2015 között a Pannon Egyetem gazdasági ügyekért felelős rektori biztosa, valamint 2014-15 között a mérnöki kar tudományos és stratégiai DK helyettese volt. Jelenleg is a Pannon Egyetem egyetemi tanára, 2015-től 2024-ig az intézmény rektora volt, az MTA-PA levegőkémiai kutatócsoport vezetője. 2019 óta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, szűkebb szakterülete a levegőkémia, ezen belül a légköri aeroszol részecskék kutatása. Munkásságának kiemelkedő eredménye annak kimutatása, hogy a humusz tartalmazó anyagok egy része vízben oldódó részecskéket alkot, így fontos szerepet játszik a felhőképződésben és végső soron a víz körforgalmának és az éghajlatnak a szabályozásában. Rektorsága idejére tehető a Pannon Egyetem tudományos és oktatási tevékenységének jelentős fejlődése, az egyetem harmadik missziós tevékenységének jelentős megerősödése, továbbá az intézmény előrelépése a hazai és nemzetközi rangsorokban. Szívügye a tudomány népszerűsítés. Az egyetem korábbi rektoraként és a VEAB elnökeként fontosnak tartja a társadalmi érdeklődésre számot tartó témák tudományos igényű, széles szemléletű, népszerű bemutatását. Kiváló munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, 2014-ben a levegőkémia területén elért kimagasló eredményeiért Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetést vehetett át. Tudományos munkásságáért 2016-ban Veszprém megyei Prima Primissima díjjal tüntették ki, illetve 2017-ben akadémiai díjban részesült. 2024-ben Veszprém megyei jogú város közgyűlése a Pannon Egyetemen végzett kimagasló szakmai, oktatói és intézményvezetői munkája, valamint több évtizedes tudományos tevékenység elismeréseként dr. Gelencsér András részére Vókra Ottó díjat adományoz. A kitüntetéshez szívből gratulálunk!
játszódunk, ki lehet a zsákunk, és hol lehet a foltunk, egymagunkban halunk majd meg, vagy ez túl durva még. Hogy az